Szegeden született és itt járt főiskolára is. Szerzett tanári és képzőművészeti végzettséget. A 70-es évek eleje óta él Szekszárdon, tanított általános és középiskolában, valamint a tanítóképző főiskolán. Ma, ha valaki végig sétál Szekszárdon, egészen biztosan találkozhat több alkotásával is. Farkas Pál ezekben a napokban ünnepli 75. születésnapját. Ha visszaemlékszel a fiatal korodra, akkor milyen volt Szeged akkoriban? Hát, most azért kicsit nehéz hirtelen kezdeni a válaszadást, mert olyan emlékek rohannak meg, olyan tömege az emlékeknek, ami annak idején számomra Szegedet jelentette, amit egy kicsit ki kell válogatni. Tehát az ifjúkor, inkább talán a megelőző suhanc gyermekkor, az egy olyan értékes és szabad időszak volt az én életemben, mert ugyan a szülők fegyelmeztek bennünket, de eléggé szabadon jöhettünk, mehettünk, közlekedhettünk. Ez azt jelentette, hogy a mi vakációnk az a Tiszaparton történt, nem messze laktunk a Tiszaparton, ahol tavasztól őszig, hát télen a kórcsolyázás természetesen, tavasztól őszig nagyon-nagyon sok időt töltöttünk, de ami már meghatározó volt a jövő életszakaszokra is, az a természet és a folyóvíz közelsége. Ugyanis a Tisza minden tavasszal úgynevezett zöldár formájába kiöntött a töltések közé, és mikor visszahúzódott, akkor utána maradt az a nagyon finom, képlékeny, agyagszerű anyag, az fette be a partot, nem mindenütt volt, a homokos volt természetesen, és ez a nagyon képlékeny agyag, amit mi latyaknak becéztünk, ebben való turkálás, ebben való az anyagnak a megismerése, a kézzel, a taktilis érzékkel való működés, ez egy olyan fajta élmény volt, nem tudatosan, belénk ivódott, hát voltunk néhányan öt csibészek, és előbb-utóbb különböző formáknak a kialakítására kényszerített bennünket ez az agyagszerű üledék, még gyúrható volt természetesen. Hát ott volt kígyót, békát, halat, minden egyebeket elég nagy méretben is. Mintázgattunk már 8-10 évesen a folyóparton, és közel volt a víz, ugye ott úsztunk, mint a halak, mert azért korán megtanultuk. Tehát ez a fajta szabadság, majdnem azt mondhatnám, hogy egy ilyen embrionális állapot volt, amiből aztán kinőttem, és akkor már jöttek apró próbálkozások, már nem csak a parton, az agyagban, hanem már otthon is kisebb farigcsálások, hazavitt anyagból való gyurkálások. Ez valami, én azt mondanám, hogy egy kicsit ilyen ösztönszerű dolog volt. Mennyire volt otthon a közeg támogató ez ügyben? Nem mondták, hogy viddi le a sarat, hanem mondták, hogy inkább csináld? Hát nem befolyásoltak. Szüleim nem befolyásoltak. Már iskolában, általános iskolában, ha jól emlékszem vissza, ott volt, aki biztatott, mert a rajz is kezdett úgy megyegetni, menegetni, ami hát ugye ennek a mesterségnek azért igencsak tartozéka. És akkor már voltak pozitív élményeim, olyan rajzok, kis festmények elkészítésébe, ami nyilvánvaló, hogy inspirálta az embert arra, hogy ebbe az ügybe próbáljon ügyeskedni, és akkor jött szakkör, és akkor jött középiskola, ami már egy művészeti középiskola volt, és ahol szobrász szak volt, akkor indult még az első osztállyal
indultam, és akkor már komolyra fordult a dolog, bár nem, hogy mondjam, nem szándékosan készültem erre a pályára. Ugyanúgy, ahogy korábban ez a folyóporti mintázgatás, tehát na persze tanulni kellett, mert közismeret is volt, ugye mindenfélét megtanultunk, amellett, hogy szakmai órák voltak, és mintáztunk, és gipszeztünk, és fát faragtunk, és követ faragtunk, és megtanultunk még bizonyos szerszámokat is elkészíteni, mert olyan mesterünk volt, aki mindenhez értett jól, és kiváló ember volt, és kiváló szobrász volt, Szeged szobrász, a Tápai Antal, úgy hívták, és legkedvesebb tanítványa lehettem, ez is inspirált. Emlékszel arra a pillanatra, amikor úgy megfogalmazódott benned, hogy ezt akarod csinálni az életed során? És akkor jött a főiskola, kettő is, az egyik ugye a tanárképző, a másik a képzőművészeti főiskola. Ott már, hát a képzőművészeti főiskolán már komolyan, mert ott már azért, ha jól emlékszem, én már művészeti alaptag voltam. Akkor már kisebb megbízások, kisebb megrendelések, kis dombormű, kis érem, ez az is utolért, hogy el kell készíteni. És hát akkor nem egy csapásra, úgy belenőttem ott is ebbe a dologba valahogy, ami aztán hát meghatározott dologgá vált. Mit akartál tanítani? Hát ugye ennek anyagi okai vannak, nyilvánvaló, hogy annak idején egy ifjú ember, aki valamilyen szakmát már tanulhat, tulajdonképpen tanári képesítése van, próbálja magát a világba elhelyezni, és hát úgy döntöttem akkor, hogy megpróbálom a pedagógus mesterséget, ami úgy kezdeti nehézségek után, ami már Szekszárdhoz köt, kezdeti nehézségek után elég szépen kezdett menni. Miért hagytál ott egy szabad gondolkodású várost? Szegedet. Szabad gondolkodás. A légkör olyan volt, 18-20 éves kor körül, hogy olyan társaság alakult ki, barátságot lehetett kötni, és kötöttem olyan művész emberekkel, akik már azért a pályán működtek, befutottak, hát egy ilyen furcsa kifejezés volt ez számomra, hogy befutottak, akik a bizalmukba fogadtak, és gyakran találkoztunk, tehát volt egy olyan közösség, amiben megbeszélhettük a szellemi és anyagi dolgainkat egyaránt. Tehát ez is adott egyfajta szabadságot ebbe az időszakba. Miért választottad Szekszárdot? Hát miért? Az ember életében ugye elkövetkezik egy olyan időszak, amikor ifjú és bohó, és megjelenik egy ifjú hölgy, akivel össze tudja kötni az életét, és hát akivel a mai napig is ugye egy házasságban élünk, és ő azt hiszem elmondhatom, hogy erős támaszom azokban az időkben is, az volt, amikor néha nehezebben ment a dolog, és nagyon sok volt a feladat, egyszerre több mindent kellett csinálni, de meg kellett oldani ezeket a dolgokat. Úgyhogy három gyermekünkkel, akiket sikerült nagyon szépen fölnevelni és pályára bocsátani, velük már Szekszárdon töltöttük az éveket. Azt írja rólad a szakirodalom, hogy alapvetően portrékészítő szobrász vagy.
Miért pont ezt az ágazatát választottad a művészetnek? Tehát annyi mindent csinálhattál volna. Miért az ember érdekel? A portrézás, én nem tudom, ez egy kicsikét úgy rám ragadt, azt hiszem, mert egész alakokat is azért én szívesen elkövettem, és ha már ezt kell mondanom, az egyik megbízás hozta a másikat maga után, nem kellett különösebb reklámot igénybe vennem, és a megbízások kapcsán volt az, hogy a portrézás valahogy így előtérbe került az én munkásságomban. Beleszerettem a portrékészítésbe. Ez egy olyan műfaj, aminek, ha egy portrénak nincs valamiféle sugárzása, beltartalma, nehéz ezt szobornál megállapítani, de mégis. Ha nincs, akkor kár volt megcsinálni. Úgyhogy ahhoz, hogy én egy, mint például Paksi Látogató Központi előtti szoborparknak a portréit elkészítsem, hát nem váltam atomtudóssá, hogy tanulmányoztam a tudós uraknak az életútját, az életpályáját, de nagyon utána kellett nézni annak, hogy milyen habitusú, milyen karakteri. Tehát egy kicsikét azt mondhatnám, hogy színészszerű állomásai vannak a portrékészítésnek. Kicsit bele kell képzelni az embernek magát abba a személyiségbe, amit óhajt megmintázni portréba. Legalább akkora feladat fölkészülni egy-egy ilyen portré megalkotására, mint megcsinálni? Ahhoz, hogy ez valóban tükrözze azt, amit szeretnél? Nem menetrendszerű, nem előírásszerű ez, amit az előbb mondtam, mert volt olyan portré, amit csak úgy fogtam, és mindjárt elővettem az állványt, az anyagot, és megmintáztam. És hát nagy képűség nélkül mondhatom, hogy sikeres volt. Tehát amikor valahogy az emberbe összegyűlik, amikor egy barátját, mondjuk egy régi ismerősét, egy jó barátját, egy kiváló költőt kell megfogalmazni, akkor utána olvastam el a verseit, miután már a portréja kész. Igen. Volt olyan portré, akit te szerettél volna? És volt olyan, akit nem? És mégis meg kellett csinálni? Hát olyan nem volt, olyan talán nem volt, hogy nem szerettem volna megcsinálni. Tehát idézőjelben mondom, igen, politikai jellegű megbízást kaptam. Kedvel csináltam, mindenkit, mindegyiket Szekszárdon is látható, Hósinszki Mortól kezdve Baka Istvánon keresztül az Adolf Kolpingig, ezek portrék, és akkor ugye hát vannak alakos dolgok is, teljes alakos dolgok is. Ez természetesen pozitív hozzáállást igényel a szobrásztól, hogy kedvelje a modelljét. Nyilvánvaló, hogy az elmúlt, tehát életben már nem lévő, nem közöttünk lévő modellről van szó. De volt olyan, amikor életben lévő volt a modell, még bár idősebb volt. És hát kedvel csináltam. Úgyhogy mondjuk egy Csányi László portré az itt ült a műterembe, és egy-két alkalommal hamar mintáztam róla egy portrét. Végig tanítottad gyakorlatilag a magyar oktatás úgy minden lépcsőjét. Mit szerettél volna átadni a gyerekeknek? Egy olyan fajta szemléletet talán szerettem volna átadni, hogy ezekhez a képzővészeti objektumokhoz, festmény, szobor, egyéb iparművészeti épület, vagy bármilyen más tárgy, ez valamilyen fokon érthető, értendő legyen számukra.
Tehát valami olyan kicsi kulcsot, amivel úgy közelíti meg ezeket az alkotásokat, hogy nem legyint, hogy hát ezt nem értem, ez nem érdekel, nem ilyen, nem olyan, hanem próbálja megközelíteni, kinyitni azt a kis ajtót, amin keresztül meg lehet érezni, meg lehet érteni egy-egy műtárgyat. Majd 40 évet tanítottál. Mennyit változott a vizuális kultúrája a gyerekeknek? Hát én már több mint egy évtizede nyugdíjban vagyok, úgyhogy annyira a legújabb gomnyomogatós időszakot már nem éltem át a pedagógiában. Akkor, amikor általános iskolába, középiskolába, szakkörbe és utána a főiskolán gyakoroltam a pedagógus mesterséget, akkor én úgy érzem, nem hiszem, hogy nagy képűség tőlem, a környezetemben javarészt, sőt túlnyomó részt érdeklődők voltak a fiatalok. És ezt a tanítóképző és óvóképző főiskolán is kiválóan érzékeltem. Tehát nagy kedvel és hát ezt túlzás mondani, hogy szeretettel, de pozitívan fogadtak. És hát nálunk nem volt egy esztrád műsor a rajzóra, mert mindenkihez külön nem egyszer, többször oda mentem, és korrigálni muszáj volt a hallgatót, és kiáltottak, és nyújtották a kezüket, hogy tanár úr, ide jöjjön. Tehát igényelték azt a fajta közös munkát, ezt a segítséget is, amit én a pedagógiai munkában tudtam átadni. Tehát nagyon jó élményeim vannak ilyen szempontból, és bemutatókat és kis kiállításokat szerveztünk az intézménybe, és egy nagyon kedvező visszhangja volt a dolognak. Ha kész van egy munkád, akkor elengeded, és nincs hozzá tovább kötődésed, vagy hosszú ideig ragaszkodsz érzelmileg a dolgokhoz? Ajaj, igen, hát ez egy nehéz kérdés, de úgy vagyok vele, hogyha elkészült egy munka, és nem marad a közelembe óhatatlanul, mert elhelyezik valahol, és nehogy Isten, arra vetődök évek múlva, valamilyen érzelmi kötődés van, de amikor látom, hogy mit műveltem, tényleg én csináltam, ilyen is van. Olyan is van, hogy hát másképp is lehetett volna esetleg, de hát akkor is az én gyerekem, úgyhogy. Tehát 30-40 évvel ezelőtti munkákat is az ember mérlegre tesz, akár jobb eredeti belátni, mint fotón. De ha fotón látja, föllapozza az albumot, akkor is azért ezek a gondolatok megfordulnak a fejébe. Hát ebből a szempontból Szekszárd egy jó helyzet a te szemszögedből, mert akármire sétál, szembe találkozhatsz önmagaddal. Hát önmagam. Meg egy csomó küzdelemmel is, ugye. Na, mert igen, hát én azt mondhatnám, hogy nagyon sok öröm is kapcsolódik ehhez az életúthoz, most így innen visszatekintve. Meg hát voltak azért nehezebb időszakok is, meg bánatosabb, meg talán eredménytelenebb dolgok is. Mindenkinek az életébe akad ilyen. De mondjuk Szekszárdon többször találkozom, és többször mondom, hogy na, ez jó. Na, ezen még lehetett volna esetleg egy kicsit dolgozni, vagy átgondolni másképpen. Ezt én nem szégyellem. Más dolog szakmai szemmel az embernek a saját munkáját megítélni, és más dolog, hogyha valaki azt mondja, hogy jé, tényleg, hát ez,
ugye. Tehát jó ezeket az alkalmakat átélni, amikor az ember készült munka. Akkor, amikor frissen van valami leplezve, akkor még úgy én legalábbis egy kicsit úgy hát nem is ideges vagyok, de valahogy úgy tartózkodó vagyok, hogy még érni kell neki ott egy kicsit azon esetleg köztéren. Az sem mindegy, hogy hova kerül, mert lehet, hogy ez egy fantazmagória, de az, hogy egy múlt jelen és talán a jövő meccés pontján kell valahol a szobrot elhelyezni. Hát persze vannak ilyen kis zsáner szobrok, amiket meg lehet simogatni, a bukfi fejüket ott az aszfalton, vagy nem tudom. De akkor, amikor egy komolyabb szimbólumot, jelképet, egy komolyabb történelmi figurát kiemelem, ott van, nézzetek rá, gondolkodjatok rá rajt. Szóval ilyen habitusból, így nagy a felelősség. Én úgy érzem, hogy nagy a felelősség, hogy hova, hol helyezkedik el a szobor, és milyen a látogatossága. Van olyan szobrod, amit forgatsz a fejedben, hogy ezt így meg kéne csinálni? Hát, van, de nem tudom, hogy ez alkalmas-e, mert igen. De én azt hiszem, hogy erről inkább egy kicsikét még forgatom magamba a dolgot. Mert azt szoktam mondani, hogy amikor még tárgyalás szinten vannak a dolgok, még az sem biztos, hanem amikor már oda kerül a helyére leleplezve, minden elintézve, akkor már ott a helye.